A Marosvidék még a néhai Makói Múzeum igazgató Tóth Ferenc kezdeményezésére jött létre az 1960-as években, ám az néhány év után megszűnt, majd 2000-ben indították el újra. A társaság fontosnak tartja az értékek megőrzését, azoknak továbbadását, a magyar nyelv művelését, valamint a néprajzi hagyományok felelevenítését, emellett igyekeznek elmélyíteni a határmenti és a határon túli kapcsolatokat. A folyóirat lehetőséget biztosít helytörténészeknek, hagyományőrzőknek, íróknak, költőknek, muzeológusoknak, fiatal tehetségeknek. A baráti kör elnöke Szilágyi Sándorné megosztotta stábunkkal, hogy mi minden található a Marosvidék legfrissebb számában. Most jelent meg a 25. évfolyam második száma, általában augusztus végén szokott megjelenni, most is egy kicsit késve, de megérkezett. Hadd mondjam el, hogy milyen tartalom van itt előttünk, a múltunk, mesterségek, kultúra, az én történetem, képzőművészet, helytörténet, kitekintés a világba, és a Téka rovatban ismerthetünk most megjelent új könyveket. Hát érdekességként ajánlanám a mesterségek. Ez egy új fejezet. A Gardi Zsuzsanna gyógytornász, a gyógytornászoknak a szövetségét ő alapította meg, és hát ez kiderült, hogy itt van eltemetve Földiákon, ott járt iskolába, illetve itt Makón is, és rendeztek egy gardi pikniket az ő tiszteletére, és arról ír nekünk itt Rónyai Edit és Balogh Ildikó. Továbbá a teljesség igénye nélkül megtalálható a Kultúra rovatban egy megemlékezés az idén fennállásának 5. évfordulóját ünneplő városi könyvtárról. A képzőművészeti rovatban fellelhető Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármesterének bemutatója Karsai Ildikó grafikus művész tevékenységéről. A helytörténeti rovatban pedig olvasható egy beszámoló Juss Gyuláról, valamint a régmúlt idők Földeákjának bűnügyeibe is betekintést nyerhetünk. A legújabb kiadvány apropóján szervezett zenés est egyik fellépője Bardóczi Attila színművész volt, aki megosztotta televíziónkkal, hogy milyen műsorral készültek Berecz Péter harmonika művésszel. Olyan dalokat hoztunk, sanzonokat, francia és magyar sanzonokat, melyek a már közelgő őszt idézik, hisz elvileg már ősz van, még mi annyira nem érezzük, de azért itt toporog az ajtóban, és egy kicsit megidézik az ősznek a költészetét, egy-két vers is elhangzik, de főleg énekelhető kedves dallamok, amiket mindenki szeret, és nagyon reméljük, hogy a közönség velünk fog jönni, és együtt fog énekelni velünk. A legjobban Charles Aznavour fogalmazta meg, azt hiszem neki volt is joga hozzá, hogy a sanzon az, ami félúton áll a költészet és a táncdal között. Tehát nagyon fülbemászó, kedves dallam, meg lehet jegyezni, fütyörészni az utcán, de közben a mondandója meg olyan erős, hogy szinte dallam nélkül is működik. Az új szám előreláthatólag az adventi időszakban jelenik meg, amelyben a korábbi kiadványokhoz híven érdekes témákkal találkozhatnak az olvasók.